Avató. Mostantól új környezetben várja a lakosságot a Jobbik várpalotai szervezete. Drogprevenció és az internet veszélyei. Stúdiónk vendége volt dr. Csányi Zoltán rendőrkapitány. Egy nap jégkorong. Nyílt nap keretében népszerűsítették a hokit a városi jégpályán. Realizmus felettiség. Megnyílt Csillag Lőzsú szürrealista festőművész kiállítása a mozgássérültek székházában. Turizmus. Elnökségi ülést tartott a Balatoni Szövetség. Ez a Hírmozaik, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Jobbik várpalotai alapszervezete január 30-án tartotta meg új irodájában első sajtótájékoztatóját. A párt a város központi helyére, a Korompai utcába költözött, ahol ezentúl rendszeres nyitvatartással várja majd az érdeklődőket. Az új helyszínen Galambos István önkormányzati képviselő és Kepli Lajos országgyűlési képviselő is beszédet mondott. Egy megújult, sokkal nagyobb és szebb helyen várja a lakosokat a Jobbik várpalotai alapszervezete. Az új irodát Kepli Lajos országgyűlési képviselő is megtekintette. Országgyűlési képviselőként is nagyon fontosnak tartom, hogy választókerületemben mindazok az emberek, akiknek problémájuk van, vagy javaslatuk van, megtaláljanak ne csak a kampányidőszakban, hanem azon kívül is. Ezért a fontosabb pontjain a választókerületnek irodákat nyitunk, így a választókerület legnagyobb településén, Várpalotán is természetesen, ahol rendszeresen fogadóórákat tudunk tartani, mind én, mind országgyűlési képviselő, mind pedig Galambos István helyi elnök, helyi önkormányzati képviselőnk. A képviselő elmondta, terveik szerint lakossági fórumok, kisebb rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz a város központjában elhelyezkedő iroda. A megnyitón első témaként a 2015-ös költségvetéshez benyújtott módosító javaslat szerepelt. Azokról a országos 2015. évi költségvetéshez benyújtott módosító javaslataimról is beszéltem, amelyeket sajnos a kormány, illetve a kormánypárt elutasított, amelyeket Várpalota érdekében, különböző útépítések, beruházások, fejlesztések érdekében nyújtottam be. Ezek mintegy 150 millió forint értékben segítettek volna Várpalota fejlődésében. Azonban nagyon reméljük, hogy most az a 300 millió forint, amely Várpalotára érkezett, majd részben segíteni fog ezen célok megvalósulásában, és valóban hasznos célokra fordítódik. Galambos István, a Jobbik várpalotai alapszervezetének elnöke is büszke a párt új irodájára. Végre egy olyan komoly helyen tudunk majd a tagokkal is találkozni, illetve a várpalotaiakkal, ami azért Magyarország most még második, de bízunk benne, hogy hamarosan legerősebb pártjához igazán méltó. Még egy kis időnek el kell telni ahhoz, hogy teljesen be tudjuk lakni, teljesen otthonossá tudjuk tenni, de hamarosan ennek is eljön majd az ideje. A kormány ismételten 300 millió forintban részesíti a várost, többek között erről is beszélt Galambos István. A sajtóban olvashatták a várpalotaiak, hogy a kormány ismételten 300 millió forintban részesíti tulajdonképpen a várost. Ez plusz összegként jelenik meg majd a költségvetésben. Ennek a Jobbik is egyébként szívből örül, hiszen, ahogy polgármester asszony is mondta, valóban évtizedes elmaradások valósulhatnak meg ebből az összegből. December 30-án írtam egy levelet ebben a témában a polgármester asszonynak. Választ erre még ugyan nem kaptam. Abban azt írtam, hogy nagyon örülünk ennek az összegnek. Bízunk abban, hogy meg tudnak valósulni valóban az általa beharangozott beruházások, ugye a Loncsos, illetve a Kismező városrész vízelvezetése, illetve az ehhez kapcsolódó útburkolati munkák. Ugyanakkor arra kértem a polgármester asszonyt, hogy ennek a pénznek majd a költségvetésben való elosztásánál azért az igazságosság mindenféleképpen kulcs szerepet játszon, hiszen van több olyan városrész itt a városban, Várpalotán, akár Inotára vagy a készenléti lakótelepre gondolunk, de más egyéb városrészek is, ahol szintén évtizedes, hanem annál régebbi elmaradások vannak. Én úgy gondolom, hogy ezt az összeget igazságosan elosztva igyekezzünk majd minél több ilyen régi elmaradást pótolni. Galambos István önkormányzati képviselő elmondta, hogy a párt ifjúsági tagozata is megalakult és folyamatosan új tagokkal bővül. Kiemelte még, hogy az újonnan megnyílt iroda pedig rendszeres nyitvatartással várja majd a lakosságot. Komplex drogprevenciós programmal készül közösen a Várpalotai Rendőrkapitányság, a Családsegítő Szolgálat, a Drogambulancia és a Veszprém Megyei Kormányhivatal pártfogó felügyelői. A rendőrség ezen társszervek megnyerésével a napokban vezeti be két középiskolában is a tájékoztató programot.
Ennek szerves részét képezik azok az előadások, melyek az internet veszélyeire hívják fel a figyelmet. A rendvédelmi szerv legközelebb most pénteken az Inotai tagiskolában tart előadást a világháló használatában rejlő kockázatokról. Dr. Csányi Zoltán rendőrkapitány többek között erről is beszélt stúdiónk vendégeként. Ugye megalakult Várpalotán a kábítószerügyi egyeztető fórum. Ez egy olyan fórum, ami az zászlajára tűzte a drog prevenciót, illetve ezen túl még más függőséget okozó szerek használatának a csökkentését. Ez a kábítószerügyi egyeztető fórum gyűjti az információkat a drog használatról, vagy az azzal kapcsolatban. A saját eljárásainkban is többször tapasztaltuk már azt, hogy igény lenne a városban egy olyan felvilágosításra, ami segítséget nyújt a középiskolát kezdő, vagy a középiskolába járó veszélyeztetett fiataloknak. A várpalotai kábítószerügyi helyzettel kapcsolatban most igazából azt tudom elmondani, hogy annak ellenére, hogy sok kábítószer miatt induló eljárásunk van, a szakértői vizsgálataink nem igazolják vissza, hogy az kábítószer lenne. A kábítószer jogi helyzete most úgy fogalmazható meg, hogy gyakorlatilag van három szercsoport, ami lefedi a kábítószerhez kapcsolódó helyzetet. A jogi szabályozás úgy néz ki, hogy vannak a kábítószerek, ezek viszonylag jól körülírt szakértők, vegyészek, kémikusok által jól körbeírt hatású szerek. Vannak a másik szercsoport, az a prekurzor, kábítószer-prekurzor elnevezésű szercsoport. Ezek a kábítószer gyártáshoz kapcsolódó szerek. Ezek is kémiailag jól leírt, körülhatárolt szerek. Jogilag egyértelmű a szabályozásuk. És van a harmadik, ami úgy tapasztaljuk, hogy a jelenleg legelterjedtebb és leginkább problémás anyagcsoport, ez pedig az új típusú pszichoaktív anyagok csoportja, más néven, közkeletű nevén designer drogok. Ezeknek is van egy listája, ezek is akkortól válnak büntetendővé, amikor erre a listára felkerülnek. Viszont pontosan azért, mert ezek nagyon új szerek, nincs kikísérletezve, orvosilag megfigyelve, alátámasztva a hatása, ezért nagyon veszélyesek ezek a szerek az emberi szervezetre. Nem tudja, aki ezt elfogyasztja, hogy pontosan milyen lesz a hatása. Ennek az egész helyzetnek az átvágására, illetve a további veszélyhelyzetek megakadályozására úgy gondoltuk, hogy elmegyünk a középiskolákhoz, és megpróbáljuk a fiatalokat közvetlenül megszólítani ezzel a programmal. A rendőrség beszél a kábítószerek büntetőjogi fenyegetettségéről, az elkövetési magatartásokról, hogy milyen büntetéseket lehet kapni érte. A pártfogó felügyelő, a felügyelői szolgálat az már az eljárás végén a büntetés kiszabásakor foganatosítható intézkedésekről, következményekről fog beszélni. A köztes szakaszban a drogok fizikai használatáról, illetve a fizikai hatásáról a drogambulanciának a munkatársai fognak beszélni a legfontosabb megjelenési formákról. Illetve bevontuk ugye a családsegítő szolgálatot, akik mentális felvilágosítást, családi életre vonatkozó tanácsokat, illetve hát jó tanácsokat fognak adni azért, hogy ne kelljen, vagy ne akarjon a szerhez fordulni a fiatal, próbáljon meg valami más hasznos elfoglaltságot találni magának, mert azt tapasztaljuk, hogy sok esetben azért használnak a fiatalok különböző ilyen bódulatkeltő szereket, mert nincs más. Nem találnak maguknak értelmes időtöltést, elfoglaltságot. Azt gondoljuk, hogy a magunk módján megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy ezt a fajta szerhasználatot csökkentsük, megakadályozzuk, és úgy látom, hogy a mostani tervek szerint, hogy ez egy hatékony program lesz, sikerült megnyernünk azokat a szervezeteket, akik tenni tudnak, és úgy látom, hogy tenni is akarnak. Reméljük, hogy sikeres lesz a program. A közeljövőben milyen programokat terveznek még a gyermekeknek? Ugye a kábítószerek mellett
a mai kor másik veszélye a rendkívül elterjedt internethez kapcsolódik. A fiatalok az idejük jelentős részét élik az interneten, a virtuális valóságban. És azt tapasztaljuk, hogy igazából nincsenek felkészülve az internetnek a veszélyeire, az adatvédelemre, a saját magánéletüknek a nyilvánosságra hozatalával járó kockázatokra nincsenek felkészülve, és azt gondolják, ha ők nyílt szívvel állnak az internet elé, akkor majd az internet is hasonló nyílt szívvel fogja őket fogadni. De ez sajnos egy tévedés. Ha valaki nem védi meg magát, akkor az internet nem valószínű, hogy meg fogja tudni védeni, és a nagyon sok rossz akaratú ember is csatlakozik az internethez. Tehát arra gondoltunk, hogy egy ilyen témájú előadás is rendkívül hasznos lenne, hogy most a közeljövőben az Inotai Általános Iskolában fogunk egy az internet veszélyeire figyelem felhívó, vagy a veszélyek elhárítására tanácsokat adó előadást indítani, illetve tartani, és ezt a terveink szerint több általános iskolában is folytatni fogjuk. A rendőrkapitánnyal készült hosszabb beszélgetésünket pénteki Presszó magazinunkban láthatják. A veszprémi jéglovagok mini csapata tartott bemutatót múlt hét szombaton a várpalotai jégpályán. A nyílt napon az érdeklődők szakedzők segítségével ismerkedtek meg a jégkorong alapjaival. Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára a rendezvényen elmondta, hosszú távon egyre több és több gyereket szeretnének bevonni a hokiba. Ehhez persze megfelelő környezet szükséges, amire a várpalotai jégpálya kitűnően alkalmas. A sportrendezvényt indulásként 5 darab hoki felszereléssel, valamint szakmai háttérrel is biztosította a szervező Magyar Jégkorong Szövetség. A 17 hónapos Szilágyi Zétény már megtanulta, hogyan kell helyesen fogni a hoki ütőt. Az aprócska sportreménység szüleivel érkezett a Várpalota jégpálya nyílt napjára, ahol Gömöri Csaba a budai bocsok jégkorong csapat mestere vezetésével a veszprémi jéglovagok szuper mini csapata tartott bemutató edzést. A várpalotai látogatás nem titkolt célja a sportág népszerűsítése mellett az utánpótlás bázis megerősítése, valamint új tagok toborzása a sportág kedvelői közül. Let's go, don't wait, this night's almost over, honest, let's make this night. A városi jégpálya nagy népszerűségnek örvend, mi sem bizonyítja jobban, hogy már túl vannak a 15 ezredik látogatón. A szombati nyílt napra is több százan érkeztek. A gyermekek és szüleik nagyon jól érezték magukat, mivel nem csak nézőként vehettek részt a bemutatón, hanem maguk is jégre léphettek, és kipróbálhatták a jégkorongozás alapjait. Segítségükre volt Csúszka, a Magyar Jégkorong kabala figurája is, aki láthatóan remekül érezte magát a rendezvényen. Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára elmondta, hosszú távon egyre több és több gyereket szeretnének bevonni a hokiba, ehhez megfelelő környezet szükséges, amire a várpalotai jégpálya kitűnően alkalmas. Hála Istennek rengeteg ilyen pálya nyílt az országban, és további pályák tervezik, hogy megnyitnak, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogy ezen a pályákon nem csak közönségkorcsiázás lenne, hanem elindulna a jégkorong is, és hogyha megkapnak egy kis szakmai segítséget, meg tárgyi segítséget, amiért most itt vagyunk, hoztunk 5 darab komplet felszerelést a kicsi gyerekeknek, akkor általában mindig könnyebben elindul a munka, hiszen azért mindenhol van érdeklődés, de senki nem tudja, hogy hogyan vegye fel a kapcsolatot, hogyan kap szakmai tananyagot az induláshoz. Úgyhogy nekünk a célunk az, hogy itt most elütessük a jégkorong csiráját, és remélhetőleg pár hónapon vagy pár éven belül itt azért elindul a komoly jégkorong. A bemutatóra Kádár István önkormányzati képviselő is kilátogatott, aki szintén nagy rajongója a téli sportoknak. Megtudtuk, hogy a tervek szerint az idei szezonban megépített jégpálya jövőben lehetőséget adhat szervezett korcsolya és jégkorong edzések megtartására. Szeretnénk, hogy először is elkezdődne egy korcsolyázás oktatás. A veszprémiekkel felvettük a kapcsolatot, és ők tudnának biztosítani oktatókat, illetve edzőket. Ezt még a várossal ugye egyeztetni kell, és hogyha minden jól megy, és lesz rá elég érdeklődő, akkor lehet, hogy
egy egyesületbe egy szakosztályt létre tudnánk hozni, és mivel biztatást kaptunk a Jégkorong Szövetségtől, ezért mi nem hagynánk ki ezt a lehetőséget, hiszen itt azért a pétfürdői jégpálya, illetve jégkorong csapat miatt múltja van a jégkorongozásnak. Látszik itt a várpalotai pályán is, hogy mennyien látogatják, és egyre népszerűbb ez a korcsázás. A jéghoki egy különleges sportág, a gyerekek számára számtalan előnye van. Olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek erősítik agilitásukat, erősségüket és koordinációjukat. A jégkorong továbbá fejleszti a gyermek magabiztosságát, sportszerűségét, önbecsülését és csapatjátékra való készségeit. A 11 éves várpalotai Pandur Bálint 4 éve jégkorongozik a Veszprémi Jéglovagok csapatában, melyel országos utánpótlás tornákon szerepelnek hétről hétre. Hát először kezdünk egy átfutófogóval, utána veszünk korongot, kapura lövés, játék is szokott lenni. Milyen poszton játszol, vagy vannak ilyenkor már posztok? Igen. Hát én szélen szoktam lenni. Mit kell tudni egy szélsőnek? Hát segíteni a centernek, védekezni, menni előre. Az, hogy csapattal játszol, az jó? Igen, az nagyon jó. Most is játszunk vasárnap, megyünk Budapestre. És mi a terved a jégkoronggal hosszú távon? Hát, hogy játszak sokáig, bekerüljek Fehérvárra, és ott is játszak. Let's go, don't wait, this night's almost over, honest, let's make. Gömöri Csaba, a női válogatott korábbi szövetségi kapitánya, jelenleg a Budai Bocsok vezetőedzője, évek óta foglalkozik utánpótlás neveléssel. Azt mondja, hogy a jégkorong alapját, a korcsolyázást már 4-5 éves korban el lehet kezdeni. A gyerekeknek az a lényeg, hogy játékosan zajlódjon, tehát fogócskával, korong összeszedéssel, labdás játékokkal, vidáman. Ne is vegyék észre, hogy ez igazából edzés, vagy már egy komoly sport. A játékos körülmények között megtanuljanak korcsolyázni. Ha már tudnak korcsolyázni, akkor lehet ütőt adni a kezükbe, korongot. Azért rettenetes nehéz sport, két vékony élen csúszni, közben ütővel terelni egy korongot. Az egyik legnehezebb, ezért jó sokat kell egy 4-5 éves gyerek, olyan 3-4 év, amire tényleg azt lehet mondani, hogy már ezeket a dolgokat tudja. Van a kori, az aláöltöző, utána jön a térdvédő, a sportszár, a gatya, válvért, könyökvédő, nyakvédő, sisak, keszpű, sütő. És nehéz ez a felszerelés? Hát igen. De megvéd az esésnél? Igen, nagyon. Igen, ez tényes valahogy vízilabda, az egy kicsit jobb, mert egy úszogatját kell csak fölvenni. Itt körülbelül egy olyan 15-16 darabos felszerelést, amit meg kell tanulnia a gyereknek 8 éves korára úgy egyedül fölvenni, és hát ehhez itt a csúszta, rajta nincs felszerelés. Ki a kedvenced? Mondd nekem, kapus. Kapus. Látom, hogy valami van a kezedben, ezt hogy hívják? Hoki. Hoki ütő? Hoki ütő, igen. És mit kell ezzel a hoki ütővel csinálni? Hát ütni a jégkorongokat. Szoktál jégkorongot nézni a tévébe? Igen. És te szeretnél egyszer majd jégkorongozni? Igen. A nyílt napon kiderült, hogy sokan szeretnék megtanulni a jeges téli sportot. A következő szezon célja tehát a szervezett korcsolya, valamint gyerekhoki oktatás. A városi jégpálya addig is sok szeretettel vár minden korcsolyázni vágyót. Január 30-án nyílt meg az a szürrealista képeket bemutató kiállítás, mely Csillag Lőzsú festőművész alkotásait mutatta be. Az érdekes és színes festmények a Mozgássérültek Várpalotai Egyesületének egyik kiállító termében láthatóak. A rendezvényt versek és dalok is színesítették. Január 30-án a Mozgássérültek Várpalotai Egyesületének termében kerültek kiállításra Csillag Lőzsú képei.
A kiállítást férje Csillag László amatőr művészeti klubjának tagjai nyitották. A műsorok után pedig Csillag Lőzsu bemutatta pár képét, és elmondta, hogy elsősorban pasztellel dolgozik, de emellett számos olajképe is készült már. Főleg a szürrealista képeket szeretem, de sokat festek a telken, a Soroksáron van egy telkünk, és az ottani virágokról, állatokról. Csillag Lőzsu 1948. október 28-án született Szatmárnémetiben. Képzőművészeti tanulmányait a Vasutas Képzőművészeti Szabadiskolában kezdte. A 70-es években már több csoportos kiállításon is részt vett. A Fáklya stúdióban Fischer Ernő festőművész, Kis János grafikus művész irányítása alatt dolgozott. 1998-ban fölvették a Magyar Alkotók Országos Egyesületébe. Pályája során számos kollektív kiállításon szerepelt, több mint 60 egyéni kiállítása volt. Idén is a Túri várban rendezik meg a báli szezon talán legkiemelkedőbb eseményét, az önkormányzati bált. Ebben az évben a 9. alkalommal megrendezésre kerülő városi estély Bálint napján kerül majd lebonyolításra. A hagyományoknak megfelelően idén is a rendezvényből befolyt összeget jótékony célra fordítják a szervezők, mellyel Lónyai Dóra gyógykezeléséhez szeretnének hozzájárulni. Az esten közre működik a First Party Showband, a sztárvendég pedig Berecki Zoltán lesz. Jegyek még korlátozott számban kaphatók a polgármesteri hivatalban és a Túri várban. Bővített elnökségülést tartott a Balatoni Szövetség. Az örvényesen megrendezett találkozón az elnökség szakemberek bevonásával szervezett előadásokat. A résztvevő települések vezetői többek között a vízállással kapcsolatos változtatásokról és a turizmust érintő kérdésekről kaptak képet. Hagyományteremtő szándékkal hívtak meg szakértőket és az érintett tóparti települések polgármestereit a Balatoni Szövetség elnökségi ülésére. Előadásokon keresztül a térség jelenéről és jövőbeni lehetőségeiről tájékozódhattak a résztvevők. A megoldásra váró feladatokat a szövetség a kormányzat bevonásával és segítségével szeretné előkészíteni. Rendkívül fontos a Balatoni Szövetség számára, hogy a térségben élő lakosok, az önkormányzatok számára egy közös koncepciót találjunk ki mindazokkal a szakemberekkel, akik ezeknek a kérdéseknek tudói, és ezért is szerettünk volna, hogyha olyan elnökségülést szervezünk meg, ahol elhívjuk a szakma érintett képviselőit, hogy mondják el mindazokat a problémákat, gondokat, amiket ők látnak például a Balaton vízszintjével kapcsolatban, milyen megoldási lehetőségeket próbálnak keresztülvinni az elkövetkezendő időszakba, mert most tulajdonképpen egy fejlesztési időszak előtt állunk, és rendkívül fontos, hogy ebben az időszakban minél több olyan projekt valósuljon meg, ami kapcsán ezeket a fontos kérdéseket, mint például a balatoni vízállás kérdését meg tudjuk oldani, és véleményünk szerint ez elképzelhetetlen az önkormányzatok nélkül. A házigazda település polgármestere köszöntötte a résztvevőket, és mint mondta, reméli az elnökség közben járását az úthálózat fejlesztése ügyében. Véleménye szerint a Bécs és Pozsony felől várt turisták érdekében szükséges a jobb és gyorsabb közlekedés megteremtése. Pécseli Péter, a vízügyi igazgatóság siófoki kirendeltségének vezetője festett helyzetképet a Balaton vízállásának módosítása esetén szükséges intézkedésekről. Ha 120 cm-ben állapítják meg a tó szintjét, akkor elengedhetetlen a partvédő művek javítása és fejlesztése, különben az erózió erőteljesebb lesz a déli parton, mondta a szakember.
A parti sétányok kialakítása is egy megoldás lehet, mely mesterséges gátként funkcionálhatna. Ezt követően a Balatoni Hallgazdálkodási ZRT vezetője adott tájékoztatást munkájuk eddigi eredményeiről és jövőbeni terveiről. Egyértelmű, hogy a hallgazdálkodásunk az megújult már az elmúlt évben, és ezt tovább szeretnénk újítani. Mindenképpen az utánpótlást a süllő állomány növelése érdekében igyekszünk majd megtenni, de nem jelenti azt, hogy a pontyot visszaszorítanánk, a pontyot is fogjuk népesíteni. Tudjuk azt, hogy bőséggel áll a pontyok számára táplálék a Balatonban, amit ki kell használni, és minél több pontyot kell így ezáltal a horgászok elé tenni, amit aztán a Balaton nevel meg saját maga. A süllő állomány növelése érdekében azt is tudjuk, hogy az egynyaras süllőt kell preferálnunk, annak a népesítését, ez egy igen nehéz feladat. A tógazdasági termelés az limitált, gyakorlatilag éppen ezért igyekszünk idén létrehozni egy intenzív süllőtelepet, ennek az alapjait lerakni, és megpróbálunk ebbe az irányba elmozdulni. Az eseményen és azután is várják az önkormányzatok véleményét az egyes témákban, valamint kérték, hogy a szövetség elnökségével osszák meg településük, térségük problémáit, hogy azokra az érintett szakmák bevonásával tudjanak tanulmányokat előkészíteni. Thank you.
Kedves nézőink, ez volt már a Hírmozaik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!